Köszöntöm a Ferencváros vezetőjét, természetesen a hallgásokban vezetőjét is, és a média megjelent képviselőjét, remélem, hogy Minkári Lajos vétékkel javadok. Az első küszöntben te jól kezdett a csapat, aztán érdeketlen módon a hatás kiterjéshez jutott, és kihagyta, tehát a megzavarodtunk, és tett a hatás az irányítás. Majd a szünetre sikerült úgy érzem lehetetni a sorokat, fordultunk szerezni, az utolsó 15 percben azt hiszem, hogy is mondtam. Köszönjük szépen, a Tamás hallgások. Köszöntök mindenkit. Egész héten készítjük a Ferencvároson. Az első 15 percben a Ferencvároson is teljesen más játszunk készítőt. Én úgy érzem, hogy ez egy kicsit elzavart a csapatomat. Attól kezdve még jól taktikai egyébként a társaságot, én úgy érzem, hogy kocsóval szerint az első félmintalúban a mérkőzés, tehát is jól tettük volna lehetettem aztán három mérkőzés. A második fél időt megint jól kezdte a Fradi, tudott egy gól, utána megzavarodtunk. Én úgy érzem, hogy a csapatnak a mentális erejét mutatja, hogy az évben tudjuk fordítani a mérkőzést. Jól nyújtunk bele, mind a kulcsár, mind az Orosz Marti beállításról úgy érzem, hogy nagyon nagy pozitívum volt. És a mérkőzés összképét tekintve azt hiszem, hogy megérdemelt a mérkőzést. Köszönjük szépen. Uraim, kérdésre ezek. Én Somogyi Zsoltán nemzeti sportvezető, de mert az utolsó 15 percről megtanít, hogy azért mégis mondasz valamit, hogy értelmeztetek? Kérdezzétek meg a játékosaimat, hogy a játékvezető, hogy beszélnek velük és miket mondanak. A többit meg azt hiszem látta mindenki. Olyan szituációkat nem láttak, hogy a kiskenő 5 méteres desen volt és nem intették be. De mindegy, a játékvezetővel nem akarok mit mondani, ő a világ legjobb játékvezetője. Mindent könnyen volt meg egy volt a haladásnak, úgyhogy azért... De melyik volt az? Amikor előtte, nézzük meg a videó felvételeket, amikor legyarulták a kapukat. Majd a második gólnál, de mondom, a játékvezetővel nem akarok bemenni, inkább a játékosaimat kérdezzétek meg, hogy milyen hangnemben, hogy beszél ez a játékvezető az én játékosaimban. A szétjátékban is mindenki másik nézni, hát persze, hogy én is a Tom is a haladás érdeket nézni, meg a Fradi érdeket, hát persze, hogy mindenki védi a saját csapatát. De gondolom azért nem biztos, hogy 9-esre vezette, mert a második oldalán kíváncsi lennék, hogy az a világon mindenki fal. További kérdések. Akkor én megkérdezném a Altenburgot is, hogy játékvezetőt vagy látta? Nem akarok foglalkozni. Nem súlytott a halad? Tehát mondom, nem akarok vele foglalkozni. Hogyha mindre egy maraton az égeredé, akkor is. Köszönjük szépen, és a további kérdését köszönjük szépen.